Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Dying Light 12. epizódja. Az előző részben rengeteg mellékküldetésen keresztül gyalogoltuk, de még mindig van hátra, úgyhogy vágjunk is bele, mert az idő pénz, pénzből pedig mindig kevés van. Szóval a küldetés neve Tunnel Vision, el kell mennünk mind a két alagútba, és meg kell találni a futárnak a kocsiját. Már megint? Ez mindig csak a játék elején játssz el velem egyszer. Szóval meg kell találnom a futár kocsiját, amiben benne van a fenil nitrát, amit ugye nem tudtunk megszerezni a kereskedőtől. Úgyhogy ez a küldetés. Melyik király grafitik? Agyam eldobom. Szóval ott vagyunk. Menjünk először. Hát ez van közelebb, úgyhogy menjünk ebbe akkor. Hello! Hello, Assassin's Creed. Na, haladjunk szépen. Nincs időnk itt szórakozni a gizda kivégzésekkel. Még nem tudom, hogy kampós pengével hogy a nyomajába tudta leszúrni az emberünk a zombit, de mindegy. Ne akadjunk fönt a részletekkel. A zombik részletének pláne nem. Használ meg egy kis kamuflást. Kamufoló hazsé. És akkor most kinyitjuk a rendőrautót. Hopp, már Speedy már jött is. Üres. Pusztulj. Légy szíves. Köszönöm szépen. Igen, nemrég lootoltuk, úgyhogy valószínűleg azért volt most nyitva. Na. Szóval. Le Tunnel. Hol van itt a... Fasza. Egy fehér furgont keresünk. Az összes kocsi fehér. Thank you. Te esetleg? Ne. Chemicals, de az, ami nekünk kell, az nincs benne. Ugye gondolom a furgon, tehát a furgon kell átnéznünk elsősorban. De azért utolunk, ha már bejöttünk. A zöld trükkiban nem állunk bele. Jó, itt nincs több fehér furgon. Viszont van még egy fehér kocsi. Ezt kinyitjuk még, de nem itt lesz, tehát... Gaz, household és egy kis csoki. Remek. Jól van. Hát akkor másik alagút. Ez nem nyílik. Remek. De legalább nem volt különösebb gondunk a zombikkal. Kellett nekem beszélni. Jaj. Ouch. Akkor megnézzük a másik alagutat. Igen, várható volt, hogy abban lesz ugyanis az a hosszabb. Ergo az a veszélyesebb is. Na, ha már virágot halucinálok, van belőle 538 millió darab, de még mindig gyűjtögetném. Random event. Remélem egy... Már megint egy beszélgetős. Nincs ezzel baj, mert megtudunk egy csomó mindent a háttérsztoriról, meg az emberekről itt Haramba, de... Egy boltnak jobban örültem volna. Egy instant shopnak. Szerb... Van megint az öltönyös? Abdullah! Excuse me? Would you look at me? Amíg beszélsz, addig én nyitogatok. That man is a success. No? I do not blame you, but I am. You see, I was. Almost every gasoline station in Harran I owned. And when they announced... Okay, tehát ő valami nagy ágyú, ami az összes benzinkutat uralta itt Harranban. A windfall. Like winning the lottery. That didn't work out, huh? Well, look around you. What do you think? Huh? Harran was a decent place to live. Maybe a little backward in some ways, but we got by. Then we won the bid for the games. All the promises they made us. Average citizens were supposed to become wealthy. And the wealthy, well, we were supposed to become kings. Úristen, mindenki ennyire becsvágyó. I am no king. All the dreams we had, the plans we made, gone in the blink of an eye. A zombi apokalipszis keresztbe tesz azoknak, akik ilyenek. Azoknak főleg, akik ilyenek. Golden promises. Are you a window washer? An appliance repairman? A ditch digger? The games will transform your lives. Your world will change. Yes, our world changed. Sure enough. Hát igen, végülis a világ megváltozott, csak nem éppen abban az irányban, ahogy ő számította. Ugye volt itt ez a... Ez az atlétikai verseny, ugye, amire a Choice is jött volna. Áú, ugye Jade, ő is egy atléta, vagy mi, egy ilyen kickboxer. Hát végülis sportoló, maradjunk annyiban. És ugye most mindenki örült, hogy Haramban rendezik meg ezeket a bajnokságokat. És ő volt ugye az összes benzinkútnak a tulaja. És azt remélte, hogy majd jön a sok turista, meg minden, és akkor szépen fölvirágoztatja magát. Ó, jaj, 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 jaj.
This is a place I don't want to be. A big boy! Ah, nem már nem tudok átemni a busznak az ablakán. Játék! You're supposed to be good, you know? Na mindegy, akkor fölmászunk, az kilőjük úgy. Igen, mondjuk logikus, de lát! Lát az ablakon keresztül. Ow! What the fuck was that? Mi volt ez? Rácsapott valamire? Oh! Tüzet fogott ez itt, de miért? Mi történt? Holy moly! Na, szóval. Fehér furgon, az lesz az. Aha, aha. Hello? Add ide a pöckeret. Nem úgy. Oké. Okay. Jaj, ne már. Nem ez az. Várj már, fehér furgonról volt szó, nem? Ebben a alagútban. Oh! Come on, I got your fennel nitrate. Furgonra emlékeztem valamilyen okból kifolyólag, bocsánat. Hát akkor jó, személyi gépjármú. Na, ezzel szépen ouch, kiszabadunk innen, még mielőtt megégünk eleven. Nem tudom, mi a franctól robbant föl és micsoda. Jaj, ne, beesett a D betű. No! Oké, okay, kijött. Tényleg kell már az új klaviatúra, srácok, nincs mese. Kezd bekrepálni a régi. Na jó. Mások, mi van még közel? Ezt kéne visszavinni a towerbe, de itt Dereknél is föl lehet venni egy küldetést. És van a hangáros, az is elég közel van. Úgyhogy get to the hangar, az lesz majd a firebug. Nem. De, firebug. Akkor átmegyünk arra. Az a jó ezekben a küldikbe, ezekben a mellék küldikbe, hogy nem kell fölvenni, leadni, fölvenni, leadni. Megcsináljátok az összeset, majd leadjátok egyszerre. Akkor a XP boostot kaptok tőle, tök zsivány. Én mindig így szoktam csinálni, ha van rá lehetőség. Skyrimben is volt ilyen. Mondjuk azt lehet, hogy pont nem vettem föl. Menjél bele a tüskébe. Vagy hajj meg, az is jó nekem. Haló? Ah, időben már voltunk egyszer, innen vittük el a videót a kis félbolond barátunknak. Hey! Mushroom! Mário most örülne. Azt mondja, hogy a hangár... Na most menjünk abba a hangárba, ahol ugye említettem, hogy valamikor lesz majd ott egy airdrop. Na ez lesz az a küldetés szerintem. De először lockpick. Oké. Okay. Megint le van hagyva az atlétikai level, lehagyta megint a... combat szintünket. A hangom pedig kezd bedögleni. Na, az lesz még a frankó, hogyha elmegy a hangom. Jeez, pedig nem is ittam semmi hideget. What the fuck? Ó, oh, ott az airdropnak a füstje. Király. Jág. Tudom, mondtam, nem szerek föl többet. Leállok szép lassan. Hello. Hello. Ez az. Ezt szeretem. A vautot lehet kombinálni ezzel a föntről történő lecsapással. És akkor így egy zombit instant killezni lehet egy kis stamina feláldozásával. Már megint te? Azonnal leütöttem, tehát azonnal leütöttem, amint elérhetővé vált a zombi, mégis képes volt megütni. Imádom. Fantastico! Gomba. Gomba. Föl. Köszönöm. Ez magas lesz, mi? Aha. Jaj, jaj! Honnan lettek ennyien hirtelen? Jesus! Hogy menjek oda föl a legegyszerűbben? Hm. Van egy unspent skill pontunk? Mivel van nekünk unspent skill pontunk? Ah, valószínűleg atlétikából, mert most level up volt nemrég. Nézzük csak meg! Ja, athletics. Vault stun egyértelműen. Aztán majd jön a többi beteg cucc. Akkor innen megyünk fel valószínű. Az a legkézenfekvőbb. Yeah. Hi. Oh oh. Hello big boy. What you doing? Ez azért legalább reális volt. Mit van? Ah, hatchet. Ja, és itt a fire. Oh! Oh, oh! Ajjaj! Vagytok egy páran?
153-an? Ott az airdrop by the way. Hey, te meg hogy? Hogy jöttél ide föl? Nyújtsd be a panaszkönyvedet. Főnöködnél, hogy csak egy baltát adott a pisztolyosok ellen. Lootolunk. Premiums. Throwing stars. Ez jó. Kérdésem, bekerült? Bekerült. Azért a damage-t azt összehasonlítanám, hogy damage 123, damage 137, damage 102. Még így is, hogy a premium a throwing star kisebb a sebzése, mint a katonai dobókésnek. Az ott nagyon puffogtat. Au! Hey, ombre! Leállnál, köszi. Police rifle. Nézzük csak meg, hogy... Ó, jobb, mint az enyém. Oké, akkor a police rifle lesz a... De még nem értem, a rendőrségi puska az miért jobb, mint a military. Ugyanazt a lőszert használja, tehát igazából... Ó, és kisebb a tár. Aha, I see. Oké, na, tehát odalent van a cumónk. Hello, Speedy. Úgy látszik, ezeket nem lehet van hitelni, tehát hiába ölitek meg azok. The fuck? Mit brékelsz? Hagyj már meg! Hello. Jaj, nem RD betű, kérlek bírj még két pár napot. Jó, tehát le kéne menni. Ide. Nem tudom kinyitni. Na. Oké. Eldrop, eldrop. Nincs nekem molotovom véletlenül? Csináljunk már egy keveset, passzus. Blueprint. Hey, molotov. Mennyit csinál, még kettő lesz belőle, jó? Van egy tonna alkoholunk, de nem is baj. Mert ha még szükségünk lesz korrekt macsetére, akkor lesz mihez nyúlni. Viszont akkor... Molotovs. Ide? Azért az elrendezést mindig szemmel tartom, hogy nem lehet látni, hogy mit hova teszünk. Legyen lent a military throwing knife helyett. Oké, military meg akkor... Így, és akkor így lesz úgy, hogy jó. Oké, működik. Hello! Bocsi, a kis inventory management miatt. Szerbusz, pajtás! Te mit? Hoppa, várjátok, pisztolyból kezdünk kifogyni. Holy moly! Jézusom, what? Why? Au, 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 au! Kelj föl, krém, basszus, mi a fene? Nem volt ez egy kicsit túl nagy boom? Hello! What's up? Hi! Kösz, hogy fölestél hozzám. Na. Jó, ez megvan. Azt mondja, itt a konténerekbe, illetve a... Anyátok úristenit. És ugyanom messze álltam tőle, mint az imént. Na jó, mindegy, az a lényeg, hogy a... vasúti kocsikban kell megtalálnunk a nyersanyagot, amit keresünk. Jaj, jönnek a ombik. Emlékeim szerint, de volt itt valami kis trükk, ha jól emlékszem ezzel a küldetéssel. Csak azt nem tudom, hogy micsoda. Nem az volt, hogy itt valami... Ó, de, az volt ám. Itt valahol volt valami problém. Pillanat. Be kellett ide mászni valahogy oldalra, de hogy? Hol is kellett azt? Jesus. Morcik. Nem, ott sem. Azt tudom, hogy végig kellett menni. Nem greppeled, Roni. Nem. Ugor ki. Ó, piece of shit. Pedig találnia kellett volna. Csapok egy kis zajt. Egész biztos vagyok benne, hogy odabent találtam meg. De nem tudom, hol kell bemenni. Fölülről talán? Igen, fölülről, oké. I see, I see. Csak vissza kéne mászni valahol föntre. Na de hol? Vagy... Nem, ez a kijárat. Jó. Mindjárt meg lesz, kacok. Fölmenni innen már szerintem nem igazán lehet. Ajaj, ez problém. Mert kimenni sem nagyon. Hol a franc van a kijárat? Ki lehet csúszni? Hát elvileg igen, gyakorlatilag meg nem.
Which is good. Ó, ez az a ajtónyitó, oké. Okay. Jó. Na majd, most. Hipiti hop. És akkor innen kéne átmásznunk majd valahogy. Túloldalon lévő lezárt terepre. He. Akkor hol? Oké. Okay. És akkor itt kéne, oda, ott meg. Jó munkás zombi. Nem, ezek katonaiak. Ó, ezek futók voltak? Nem, ezek katonák. Ezek real katonák. Ajaj. Oké. Nem tudom miért, de úgy emlékeztem, hogy itt valami föl fog kelni, de akkor ezek szerint nem. Valami lesz, azt tudom. Valami durcább ellenfél, de arra már emlékszem, hogy is volt és mint is volt. Ez ugye elhúzható. Kicsit. Zsír. Nagyon-nagyon sokan belinkeltétek már, meg mondtátok már, hogy szerezzük meg az XP Calibur-t. Ugye azt a durca kardot ott a sziklában. Meg fogjuk szerezni, mert úgy látszik... Jaj! Anyád! Úgy látszik, sokatoknak tetszett. Én magam szerint, személy szerint nem szeretem annyira, mert túl lassú, és túl sok staminát leszív. Hello! De azért meg fogjuk szerezni. Megpróbálok minden epic cuccot magunkévá tenni. Így szépen sorban szétfocizzuk őket. Egyébként szerintem a YouTube úgy döntött, hogy végérvényesen is meglövi a... Ott megvan a cucc. Törpentin, ezt kerestük. És még két zinket kell felszedni. Azaz cinket. Szóval a YouTube úgy döntött, hogy végleg meglövi az összes Seven Days to Die videót. Hát szerintem, hogy nem Seven Days to Die videót, hanem Dying Light videót. Úgy döntött, hogy ez egy kicsit túl véres és nem eléggé családbarát. Hát igen. Ez van. Ettől függetlenül a játék király, tehát végig fogjuk tudni pörgetni simán. Jó. Még egy kis géz. Amire jó nem lesz szükség, mert nem alkohollal fogjuk csinálni a medikintjeinket, hanem... Oh, really? Hanem... Ne már, játék. Ezt akartam. Persze, ő meg ott marad állva. Aha. Ahogy ez lenni szokott. Na, és akkor itt lesz a vagonokba. Nyersanyag. Jaj, ezt meg spammelni kell. Jaj, de jó. És jönnek a futrinkák. Valami van mellettünk, ugye. Okay, ez no go. Úgy látszik, kint ragadtak. Azért megtalálják majd a bevezető utat, ne aggódjatok. Kettő darab cinkport kell találnunk. Egy. Háj! Power level up. Zsíros kenyér. Nézzük, mink van. Van a power attack. Multithrow. Ah, sem rossz. Melee throw. Ezzel szoktam nézni az órát, ugye ezt mondtam. Focus. Damage boost minden egyes ütésnél. Hell yes! Amúgy is állandóan spammeljük az ütéseket. Mert egy pofon nem pofon, ugye? Ezt tudhatjátok. Jó vagy, haver? Ó, oh, és most jön az airdrop, basszus. Hoppá, ott a sziszenés. What? Hát ez nem úgy jött össze, hogy én akartam. Azaz, estébe. Tessék meghalni, úgy. Itt vagyok. Come. Hornatka. Új, puf. És még vissza is pattad. Itt bent volt egy... Ah! Takony zombi. Oké. Okay. Gyorsan kinyitjuk. Az airdropot azt most nem fogja tudni felszedni, mert azt ki kéne menni, aztán vissza kéne jönni. Ha meg lesz a zinc powder, még mielőtt... Jaj! Öreg anyád, füle botja. Nyissuk ki. Oh god, egyszer már kinyitottad azt a kapcsolót, Kray. Maradj. Ja, hogy az ott fölöttünk van, oké. Okay.
Na jó, keresgéljünk tovább, mert sose lesz meg, és tényleg nem tudunk elmenni az airdropért. Fölszedjük azelőtt, még mielőtt eltűnne, akkor megpróbáljuk még összeszedni, de egyébként nem. Áó! Az a trucker. De hogy? Hogy kerültem ide? Ezt már egyszer kinyitottam, please. Játék. Ne szivass. Na menjetek te a pics! Rohadékok. Hát kétszer is ki kellett spammelnem azt a rohadt ajtót. Most nyitom ki harmadjárba. Na mennyi a fan? Meghalnál végre? Holy shit. Negyedjére. És visszavágódott, mintha rugók lőtték volna vissza. Oh my god. Életerőm is hol van? Itt az az airdrop, ez busted. Ezt nem fogjuk tudni felszedni. Vannak még ezek a... Na most elsőre jó krén? Hát ha sikerül. Kinyitod egy ajtót. Három próbálkozásból. Az mi az? Hoz egy láda csak a másik oldalról. Oké. Biztos ez utolsóba lesz. Ezt kb. A nyakamat teszem. És nem. Hello. Jó, megvan a zink. Megyünk az airdropra. Futi, 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 futi. Hát, ha még az utolsó ládát elérjük. Gyerünk, 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 gyerünk. Gyerünk, freerun. Csapassuk. Düm, 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 düm. Ja, ez nem az. Hey, big boy. Most nem állok levelet szórakozni. Biztos, hogy majd kell venni lőszerbe kifogtam. Oké, és eltűnt az airdrop. Oszmán, te ki a bánat vagy? Ki vagy te, Oszmán? És milyen küldit fogsz nekem adni? És ez mi? Construction site. Arra emlékszem, az nem volt like-i küldi. Jó, nem baj, leadjuk ezt a foszforos cumót. Vagy mi a bánatot. És akkor utána megyünk tovább. Itt party volt. Party hard. A palackodat szerettem volna. De never mind. Na! Oké, mindenhova megy, csak oda nem ahova dobtam. Mi van veled? Dying Light részeg vagy? De most komolyan. Eldobtam vagy 10-et, azt egy is oda ment, ahova céloztam. Na jó, úgy látszik ez egy ilyen nap. Minden játéknak van ilyen, mikor egyáltalán nem úgy működik, ahogy kéne. Bár a legdurvább eddig az Assassin's Creed 4 volt, a Black Flag, ott találkoztam avval a csodálatos bug. Hát ugye a játék 80%-a a vizen történik, tehát kalózkodni kell magyarul. És hát az elég gáz, hogyha kalózkodni akarsz hajó nélkül. Tehát így oda mentem a kikötőbe, ahol parkoltam a hajóval, és így az ikonja az ott volt, tehát a hajónak ott kellett volna lennie. Csak kellett volna, tehát így minden volt. És így oké, akkor kalózjáték kalózhajó nélkül, de... Ja, jó viszonton, jót röhögtem olyankor. Csak a gáz az volt, mikor már harmadjára sem tudtam megszerelni. Harmadik tippel, amit olvastam a neten. Végül aztán sikerült helyrehoznom, de megszenvedtem érte. Hello! Nem volt túl kellemes élmény. Ez az. Azt hiszem, itt van egy shop is. Na, szia Zaid! You got them? You got them? Let me see! Oh yes, this is awesome! Zaid gets to live! This looks like the beginning of a beautiful... We're not friends. No, of course. My mistake. Associates. Not even that. Just tell me how you make them and I'll be on my way. Right. Okie dokie. Got it. Say no more. Okie dokie. We have an understanding. This deal is done. Shut up, Zaid. Yes, sir. Szegény két megfejlesztettük egy picikét. Na, mit kapunk tőle? Kaptunk tőle elvileg egy blueprintet. Csak azt nem tudom, hogy micsodát. Valami fákjához, ha minden igaz. Flares? Az nem az volt amúgy is. Várjátok már, nem kellett volna neki? Na, itt van! Zaid Flares, oké. Okay. Megvan, megvan. Azt mondja, hogy... Zaid Flares. Tovább ég, mint a többi. Hát ez igazán remek, és mivel drágább, mint a sima flare. A sima flarehez plastik kell, Zaid Flares vagy tinken. Jó, oké. Okay. Hát igazából akkor nem erősebb, csak tovább ég.
Ami jó dolog, mert egész frankon be tudjátok magatokat védeni vele bizonyos ideig. Na jó, nézzünk föl akkor ide, ez az oszmán nevezetű emberkéhez. Nézzük meg, hogy ő milyen küldetést ad majd nekünk. Merre fussunk, ahol nincsenek sokan. Halló? Na micsoda, milyen otthonos kis híd alatti kecó. Na mindjárt ide költözök. Plics-plács, keresztül a vizen. Ez a küldetés még nincs is meg. Föl kell szedni, mert meg tudnánk csinálni. Kíváncsian várom, hogy melyik bolond helyi lakos milyen bolond küldetést bíz még ránk. De kajak, itt tényleg rengeteg bolond van. Ott egy bolt, nagyon jó. Na, ez kellett nekünk. Hello. Mit van? Oké, van egy Gutwood Blade-ünk. Kár, hogy nem narancsárga. Simple German Pistol. Nekem milyen van? German Pistol, de kék. 240, 242-es sebzés, tehát 242, 95, 30. 159, 95, 30. Why? Ennek elvileg jobbnak kéne lennie, mint ennek, nem? What? Nem értem. Na jó van. Hopp, akkor már is. Már is most azonnal, de rögtön. Mindegy, akkor eladjuk neki a cuccokat. Ez érdekes, a militarit is azonnal. Többet kéne sebeznie a színkódolás szerint. De úgy látszik, hogy átestünk egy másik tartományba. Mármint szint tartományba is, azért nem kerül többbe a... Oh, hello. A dolog. Ez az, egy hard. Megvan. Ay, shit. Igen, sokat feszegettem az elején. Ez az. Bőven megérte. Nem, nem érte meg. Nem értem, hogy lesz benne valami lootolható jó dolog. De csak pénz. Zombi? No zombi. Power cable. És vissza is kaptuk a lockpickünket. És ha minden igaz, akkor itt már nincsen semmi, csak a propán tartály. Ez mi? Ó, oh, az elektronosság. Jól van. Na. Futi-futi. Jó messze van egyébként a mappának az északi, legészakibb részén. Escort küldetést azt nem vállalok. Azt mondtam, hogy az bullshit. Nem igazán találkoztam még olyan játékkal, ahol a kísérgetős küldetés jó lett volna, vagy legalább minimálisan élvezetes. Hoppá! A rejtett gomba erdő, mi van itt? Oké. Okay. Ó, itt vannak Igorék. Most hirtelen csak ez a név jutott eszembe. Nem is ide megyünk, még följebb megyünk. Nem is emlékszem, hogy itt milyen küldetés lehet. Éha. Pont útban van a hegy, ha? Jó, akkor kerülünk egyet erre. Nem tudom, hogy át lehet-e mászni rajta, szerintem nem, ahogy így elnézem. Nem igazán akar rá fölmászni, Crane. Meg is értem, franc mászol hegyet, mikor nem muszáj. Mondjuk hegyet mászni jó dolog, csak rohadtul nincs az embernek ideje rá mostanság. Ó, ez benn van a... Ó! Hi! Ugye ez nem Dark Zone. Dark Zone ugye az a cucc, ahol fölbukkanhatnak a volatájlok akkor is, mikor nappal van. Gyújtós folyadék, oké. Okay. Oh, hi. Ó, az egy szétcseszett rendőrautó. Ó, az oda bent lesz a izébe. A szerelő alagútba. Hi. Ó, vagy haver. És miért bújtál be egy ilyen helybe? Nazim! Nazim, can you hear me? Nazim, come in! Nazim! Oh, hello! What is it? Yes, man. Ooh. So you remember me? Ó, ő volt az, akinek lecsapta a kezét az idióta. You were at Rice's camp when I lost my hand.
You're one of Bracken's guys. If you were anyone else, I'd kill you. Oh, uh-huh. Lucky me. That's right. As for Ice, I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother Nazim. El kell találnunk a testvérét, Nazim. He's the one who helped me escape. He went for food at the supermarket. He hasn't been back since. A supermarketbe ment kajáért, de nem jött vissza. What do you intend to pay me with? Are you kidding? My brother and me worked for Ice. You know what that means? Collecting stuff. Mm-hmm. That's all we ever did. We look for stuff. We find stuff. We take stuff. Well, we wound up with a lot of stuff. Some of it we turn over to Rice. Some of it we kept ourselves. Okay, that tényleg lopott Rice-tól. In case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. Oh, micsoda megfogalmazás. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. Okay, tehát elrejtették a városban szerte szét ezeket a lopott cuccokat. So we've got a deal. Hogy hova, hogyha visszaszerezzük a testvérét. It will be worth your while. I promise. Oké, remek. Megint egy jó tételt fogunk alakítani. Szuper. Sötét van. Szóval. Construction site? Hol a tesója? Valami supermarketet lootolt éppen. Érdekes. Érdekes. Jó van, és ő... Steal from a thief, no? Brother, igen. At the market. Jól van, nem láttam a... itt van. Oké, akkor először menjünk a construction site-ra. Mert az közelebb van, aztán megtaláljuk a tesóját. Hello! Okay. Itt már voltunk egyszer, emlékeztek? Itt feloldottunk egy... Safe zone. Jó, emlékszem, most lesznek itt páran. Igen. Csodás. Csodálatos. Honnan menjünk be, hogy ne vegyenek minket azonnal észre? Fuck it. Szuper is, ráadásul az első lövést is meg. Te hogy kerültél ide? Ez hogy történt? Úgy látszik, a lopakodás nem számolta bele a játék, hogy valaki úgy fog bejönni, hogy nem face to face. Jó az a rifle, sokkal stabilabb, mint a military. Jézusom, mennyien vagytok. Te jó szagó úristen. És már történik is valami. Leci, bejött egy két... Zombi! Hogy az egyes lövés, nem is sorozat. Azért ilyen powerful. Oké. Fuck. Tűnjön. Nope. Azt a kurva mekkora malflást kaptunk. Felszerű mindent. Én fölkérem azt, mert ide lent jönnek a zombik. Szikasság. Még egy potétóim van, gyerekek. Mármint ezúttal nem nekem, hanem neki. Na jó, talán nekem is egy kicsit. Au! Jó. Vagytok még itt. Military, de gagyi. Nem baj. Az ammót megkapjuk belőle. Police rifle, ugyanilyen van nálunk, jó. Még egy police rifle. Hát pénzünk az lesz. Throwing axes. Dobóbolta. Police rifle. Hát most aztán leszállítunk némi lőszert a towernek. Kulcs. Oké, és... mennyi speedy! Látjátok odakint ezt a sok narancssárgát? Mind ránk várnak. Nagyon jó. Oké, tehát mi kell nekünk innen még egyszer? Search the concert. Igen, át kell kutatni, de miután? Kéz már megvan, akkor valószínűleg ide kell bemennünk? Úgy van. Jól van. Hi. Vagy az összes ilyenbe be kell mennünk. Nope, itt vannak a dinamitok. Hát ez mekkora király? Ennyi.
Hát itt egy egész köteg, öcsém. Hát úgy venném a hátamra a dobozt, mint a húzat. He? Oké. Okay. Most viszont megyünk akkor. Megkeressük a tesóját a srácnak. Ó, ez egy belső zóna lesz. Ez problémás. A belső zónák ugye sötétek, tehát volatile is coming. Remélhetőleg nem lesz olyan nagyobb probléma. Jó. Én is látlak, én is kedvellek, hol vagy. Te szépen kikerülted azt a izét. És ráesni se vagy hajlandó, mi? What? Persze, pont most csúszik rá. Nem baj, itt hagyjuk ezt a zajos brigádot, mert esteledik. És még el kell érnünk a szupermarketba. Igazából, ha este megyünk be, az nem probléma, mert itt kint is benni sötét lesz. Innentől kezdve teljesen mindegy a történet. Kérdés az, hogy odaérek-e ennyi idő alatt. Maybe. Oké, de nem szeretek hínáros vízbe úszni. Mármint real life. Nem túl kellemes a tapintása annak a növénynek, ami egész életét a víz alatt töltötte. Ó, jó van. Kérünk lény. Spuri van. Spuri van, mert mindjárt besötétedik. Ő nem olyan kocka lény, mint én. Sötétbe érzi jól magát. Oké, át tudunk-e menni ezen a hegyen? Erősen kétlem. Egy alagutat választunk. Alagút lesz a nyerő, háj. Remélem ez nem az eltorlasz volt. Jól van, nem. Keresztül sprinterünk. És más megvilágításba helyezzük a dolgokat. Ez mind sprinter? Oh shit. Oké. Jönnek utánunk. Jönnek utánunk very hard. Nem lesz itt gond. Ja igen, ez a supermarket. Yeah. Emlékszem. Nem lesz túl kellemes küldi. Ajjaj. Oké, valami probléma van oda bent, úgyhogy bemegyünk, azt szétnézünk. Ez az egyik küldetés, amit nem szeretek. Ebben a játékban. Egy finál játékban lekorlátozni a mozgásteret belülre. Elég kellemetlen. Lockpick hard. Jó. Megpróbáljuk kilockpickelni. Ottan. Elméletileg mennie kéne mindenféle nehézség nélkül. Halló? Oké, tehát itt meg kell találnunk egy csókát. Annak a Oszmánnak a tesóját. Hát... Ó, kulcsok. Közi. Ott voltunk bent. Kidő! És ha már itt járunk, akkor megesszük a kaját is, mert miért ne? Jó vendég mindig így tesz. Jaj. Szóval, itt nem tudunk bemenni, ez tény. Aha. Nem nyerő. Valahol pedig föl kell mennünk. Ajaj, sunyi habci! Bocsánat, ezt most szerencsére megúsztátok. Ezek nem nyerők. Aha! Hát, tényleg el fog menni a hangom, gyerekek. Ez problémás. Nem szeretnétek néma videókat, gondolom. Hi. Jó, őt nem lehetett kilőni, ez már biztos. Hát igen, ugye szűk hely plusz robbanó zombi egyenlő instant death. Általában. Úgyhogy ezzel lesznek még gondok itt szerintem. Aha. Éreztem, hogy... Oh, remek! Puh! Mekkorát szólt az gyerekek, beverte a betont. Hagyom el dolgom. Jó. Hello. Hello. Ez a nyelv.
Iha. Problém. Jaj, problém. Sok van, sok van. Hogy szakadnál meg? Korek, segíts! What's up? What's up, biacs? Most a kamuflás sem működne, mert lemosná rólunk a víz egyébként. Mellékesen megjegyzem. Jó. Korek segített. Zsíros kenyér. Abba fejeznéd? Köszönöm. Holy shit. Hello, pajtás! You? Your brothers pay me to find you. Oh, well, you've definitely earned your money. But Osman is in danger. Oh, remek. Rice's men know Osmanért where he is mennek now. Rice emberei. It's a lot to ask. But could you take him a message? Tell Osman that he's got to get out of there. And that he should meet me at the Red Wall Stash. He'll know what that means. All right, I'll tell him. Now we'd both better get out of here. Okay. Megtaláltuk a tesót. Ő pedig visszaküld minket. Ugye Oszmánhoz, mert most ő van igazából veszélybe. Valószínűleg ez a csávó is azért menekült idebe, mert Rice emberei elől menekült. Oszmánért meg most mennek Rice emberei. Oh nice! How lovely! Fuck! Júj, de sokan vannak! No good! Get back to Osman. Aha, és az nem baj, néhány safe house útba esik. Úgy döntöttem, hogy őt likvidáljuk. Aztán ellépünk innen a francba, gyerünk! Go! Oké, megyünk, jövünk, megyünk. Hú, láttam majd egy emberkét egy olyan pólóval. Előre rá volt írva, hogy jövök, hátulról, hogy megyek. Végem van. Tudom, hogy ős öreg, de akkor is hatalmas vicc. Time to lay low. You all know the drill. Ja, ja. Megyünk safe zomba. Hupiti! Hupi! És hupi! Yeah! Entering safe zomba. Na. Anyád, de megijesztettél, basszus. Ó, oh, bold. Jól van, nézzük, mit van, öcsém. Pisztol, ammo. 600-at bőven megér. Teletöltjük. Rifle ammo. Abból is veszünk, amennyit csak enged a játék. És akkor eladjuk a... mennyi tudsz? Így is van. Ez mind mehet. Medieval Throwing Axe. 184-es damage-el. Hell yes! Jó, ez nem kell. Megszabadulunk a Military Throwing Knife-tól. All. Úgy-úgy. Berakjuk a Medieval cuccost. És már mehetünk is. Van dinamitunk is, de azt eltesszük még nívósabb időkre. Hol van itt a sleeping place? De most komolyan. Hol az? Ja, oda mutatja. Jó, oké. Hát mindjárt éjszaka van. Úgyhogy megvárjuk az éjszakát. Aztán megvárjuk a nappalt. Tudom, hogy több XP járna az éjszakai rohangálásért, de minek kockáztassunk. Night survived. És mint mondtam, teljesen lényegtelen, hogy összfölszedjük az airdropokat, avagy sem. Így is, úgy is üzletelnünk el Rice-szal, tehát a story-wise nem változtat semmin. XP-t azt kapnék érte, de higgyétek el, hogy így is bőven, bőven túl fogjuk lépni a level up szintünket, mint kell. Amikor legelőször játszottam, akkor nem is szedtem éjszaka airdropot egyáltalán. Oh god, megint rossz felé jöttem mi. Tehát egyáltalán nem is szedtem airdropot, és így is megvolt a maximum szint, úgyhogy nem lesz ez a probléma, srácok. Hey! Random event. Oh, remek. Hi. Még egy kicsit messzebb rúgdaljuk. Hello. Hi, guys. Legyetek már nyilván kipurcamba tőle. It's yours. Kösz szépen. Na, haladjunk tovább. Megkeressük ezt az oszmán srácot. Hát az éjszaka alatt elkapták. Gondolom ez. Ha nem így lenne meg kitalálva a történet, hanem hogy időbe odaérünk, akkor meg tudnánk menteni. Már akkor is el lenne kapva, hiszen az éjszakát a kuckónkba töltöttük. Minden egyes ajtónyitásnál azt várom, hogy vász szembenéz velünk, azt lefejel.
Emlékeztek még a Far Cry 3-ra, gondolom. Abba volt olyan kedves a... Az mi volt? Takony! Nem látok! Ó, bazd meg ezek rá az emberei! Ajajaj! Be! Be? Na! Látlak át! Áú! Nem tanította meg az édesanyját, hogy nem szabad dobálózni? Mit dobtál hozzám? Szóval valami, ah, throwing star, oké. Okay. Tehát te voltál a csapat ninjája, ugye? Ugye? Hol van ez az emberke? Kitakarítom még, mielőtt tovább mennék. Tudom, hogy hangos a pisztoly, de látjátok, hogy effektív, vagyis a lőfegyver. Ó, oh, elmondták azt már. Ó, sorry, haver. Akkor elvihetem a staffot, ugye? Már most kilútolom. Még mielőtt megtagadja tőlünk a lehetőséget. Addig Oszmán vár egy kicsit. Ez hova visz? Ó, oh, sehova, oké, okay, értem. Oké. Okay. Viszont van még itt némi eszköz, amit magunkévá tehetünk. Na, Oszmán, feküdj nyugodtan, csak én mozdulok. Áú! You motherfucker! Tessék megvégleni, jó? Köszönöm szépen. Jó vagy, öcsém? Nem úgy nézel ki. Szedd már össze magad, ember. Another minute and I'd be a dead man. I thought maybe you'd sort me out. Rice's men got your brother. He talked before I could get to him. So Nazim is dead? No, no, he's all right, though you're both short a few fingers now. Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall Stash. He said you'd know what that means. It means you didn't double-cross me. You're a straight shooter, Brickens guy. You want to join me and my brother? Yeah, no, I'll just take my pay. Fair enough. I promised you good. This is good. These keys will open three stashes in different parts of the slums. If you can get to them, they're all yours. Okay. Good luck. Jim, na ő egy egyenes emberke. Tolvaj, de egyenes ember. Megmentettük, au, segítettünk neki. Ő is segített nekünk és kifizetett ennyi. És még azt is felajánlotta, hogy velük tarthatunk. Oh, bocsánat, a reward az itt maradt. Köszönöm szépen. Na, jó van, hát végül is találhatunk még normális embereket is a slumsban, úgy látszik. A stash-eket most jelöli nekünk külön a játék. Osman stash, hát szedjük fel ezt, nézzük meg. Steal from thief. Dreamit. Jó, tunnel vision, oké. Okay. Oké, okay. Hát ezt nem jelöli külön a játék, de nekünk maga így megjelöli ilyen kis fehér pöttyökkel, úgyhogy nézzük is akkor meg ezt a egyik ilyen stash-t. Hi. Hát ha adott valami jó kis fegyvert. Nem emlékszem, hogy mi a reward ezért a küldetésért. Úgyhogy most ezeket így felszeregetjük. Küldetésre már amúgy sem nagyon van idő, és egymáshoz közel vannak ezek a stash-ek, ha úgy jól emlékszem. Fény. Hát jó. Na, ez tényleg csak kis fény. Úgyis majd... Ó. Oh. Aha. Le lehet őket csapni egyből. Csak nagyon-nagyon-nagyon pontosan kell ütni. Mert ez a nagyon-nagyon pontos, ez nekem általában nem jön össze. Nagyon nehéz visszaszokni egyébként a rövidebb pengékre. A végjátékban volt egy narancssárga katonám, és annak a lőtávjához szoktam hozzá. Hihihi. Fölkezd még? Már nem. Oké. Okay. Hoi! Zsír. Azt mondja, hogy Oszmán testét keressük. Ó, azt hittem lecsúsztunk. Ej, toxic lichen. Gyere csak ide. Mennyire? Néha olyan magas a föl lehet ugrani Crane-nel, néha meg annyira béna. Toxic, toxic, látom, látom. Ott is van, itt is van. Viág, szedjünk viágot. Szóval itt van valahol a rejtett. Ó, aha.
Egy kulcsos megoldás. Hello. Ó, van itt, tud be lehet zárni? Basszus, nem lehet. Cigaretta, fölpekkeltek belőle, úgy látszik. Valaki vagy erős dohányos, vagy tényleg az apokalipszisre készült. Miért nem lehet ez becsukni, basszus? Van itt egy csomó hard doboz. Azért mondjuk az elég vicces, hogy a dobozokat ettől függetlenül még ki kell nyitnunk. Tehát, hogy ezek nincsenek ide bent nyitva egyből. Ha, ez van. Valami jön. Hát ez... Imádom. Mi a freaking... Ja igen, ez zöld trutyi zombi. Jeez. Ezekre nem igazán kéne ráállni. De egy... Klamózunk. Nincs sok kedvem megint bekenni magam zombi mézzel, de... Csak így tudunk normálisan nyitogatni. Oké. Okay. Ow. Freaking fuck. Na most mitől jöttek a speedik elő? Na most komolyan. Nem csináltam semmit. Healing Blade, de gagyi. Jó. Egy kis boldogító, igen. Zsír elsőre. Cool. Ó, Gordon Ramsay kése, nagyon jó. Ő az itt hagyta a bátyja a vágó eszközeit. Jól van. Szerintem... Haha, pouch. Ez a hely itt készen van. Cool. Hoppá, hello, hello. Amikor itt szaladtam legutóbb, akkor elmentem egy medium box mellett egyébként. Amikor onnan jöttünk vissza. Úgyhogy most szeretném azt kinyitni, ha szabad. Ott van. Láttam egyébként, ugye a szemem sarkából, de nem figyeltem rá, hogy igazából. Most kinyitjuk. Hát, ha az ott a jobb cuccá élet benne a dolog. Már ez nem olyan, mint a pálinka, mi? Később nyitjuk a lootos szekrényt, akkor jobb lesz benne a polmi. Hát nem. Oké, hol a következő? Itt van még egy Osman stash. Orra is elszaladunk. Halló, mindenki. What the fuck? Oh, Spirit. Ó, Spirit, de drága. Gyere, nézzük, ki fut gyorsabban. Dömdömdörö, ez még mindig nem az a játék. Az a baj, hogy neki nincsen stamina mérője. Nekem meg van. Dipping, dipping, ketten is vannak most már, de jön örök meg. Egy polisz, cucc, jó lenne kinyitni, de most egyelőre sietős a dolgunk. És egy random event. Áó. Ezek izék, rajzosok. Meg lehet volna a négy instant fejest, köcsög. Nem megyek sehova, nyugodjál le. Mi a blue bánatos hóhér van? Freaking Speedy Gonzales. Hát nem akarsz meghalni, mondjuk, véletlenül. Úgy esetleg. Hogy milyen szép négy darab fejest lett volna, nem? Please untie me. Untie, don't untie, jövök már. I've no idea what they wanted. Na húzzatok innen, de rohadt gyorsan. Mi a fenét csináltatok ti ketten, hogy nézd, négy darab ember kellett Rice-tól, hogy levadászol titeket, de most komolyan. Mentori full. Állítok egy picit. Dismantle. Yes. Van még valami szürkém? Nincsen. Oké. Okay. Holy shit, another one! De, reward. Oké, okay, köszönöm szépen. Most már mehettek játszani. Na, hol az a stash? Ott a föld. Nem gondolom, ez a ház lesz az. Így is van. Oké. Okay. Ezen kívül még egy van a városban valahol. Hol lenne azt még felszedni ebbe az epizódba? De már! Jaj, már megint a D betűn, basszus. Na jó, vennem kell egy klaviatúrát, ez így nem járja. Mondjuk egész sokat kibírta. Cuccos. 5 éves? Klaviatúrám vagy? 4? Így, Supersonic Electronic. Oké, okay. Van még egy hard. Of course.
lesz az. Shit. Ez egy kicsit nehezebb volt, mint a többi. No problem. Szikül. Szikül, nem kül. Mit törünk még be? Mondjuk azt is. Legyen ez a cleaver. Hát a kék fegyver az ugye többet ér. Hűtő! Adj nekem burgert. Na, majdnem feltornáztuk az életünket százig. Jaj! Beglitchelt a karakterem két cucc közé. Most lett volna vicces, ha ránk ront egy zombi a szekrényből. Egy bezárt, lezárt stashből. Fogadok, hogy valaki itt van mögöttem, ugye? Nagyon hallom a hangját. Nem, nincs. Akkor csak az utcáról jön. A Commando Knife csak zöld. Mondtam, hogy jön valaki! Most beteg nénikéjét? Jó, ez így oké. Utolsó stash, hol vagy? Osman stash. Na, erre még gyorsan rászaladunk. És akkor ennyi lesz már a történet. Láttátok, hogy nagyon-nagyon nem haladtunk most a küldetésekkel. Egyet vagy kettőt tudtunk megcsinálni, viszont azok olyanok voltak, ahova külön-külön el kellett menni, be kellett menni. Hát, ja, vannak ilyenek is. Mondjuk ez jó, mert ez azt jelenti, hogy a játék eléggé változatos ahhoz, hogy az ember ne unjon rá egy hamar. Én majdnem egy gyűjtőhelyembe vittem végig, mikor legelőször játszottam vele. Aztán... ja, három ülésből. Annyira megtetszett. Meg hát ugye akkor már jócskán túl voltam a Dead Island-en meg a kiegészítőjén. Hiányzott már nagyon a zombi gyilok. Meg hát ez volt az egyik város játék abban az évben, amit nagyon-nagyon vártam. És még szerencsém is volt, hogy pont szabadságra esett a történet. Ez most az az airdrop, amit felszedtünk a küldetés alatt? Igen, jó. He? Szaladunk. Valahol a híd alatt lesz ez a stash, ha jól emlékszem. Oh, hello. Erre menjünk. Erre menjünk. Hohoho. Ez aztán a zsebből vett lendület. Hoppá. Ej, basszus is, még egy airdrop is van itt. Áó, elfelejtettem gurulni. No, föl. Azt mondtam föl. Föl. No. Mi a púba? Oké, itt egy médium láda, tudom, nem érdekes. Airdrop sokkal többet számít. Ha odaérünk gyorsan, akkor meg ugye két ládás, tehát... az meg aztán még jobb. Ez pont kétszer annyi, mint egy kigondolta volna. És megint a hídra. Állandóan erre a hídra jön. És még nincs itt senki. Nice. Cool. Oké, flares. Hát ugye a szokásos kis meglepetés csomag. Na szaladjunk, mert kevés az időnk. Ezt a stash-t, ezt mindenféleképpen össze akarom szedni. Itt van már, közel van. Hoppá, ide nem akartam felugrani, de mindegy. Oda lent van, ez az ajtós ház az. Oké, és még egy médium láda is ütő mellé. Tökéletes. Na, hát, ha sok küldetéssel nem is végeztünk ma, sok lootot összeszedtünk, ez egészen biztos. Az a sok fegyver, amit eladtunk, az is rengeteg pénzt adott a konyhára. Azt sem már ott tartok, hogy nem is a pénz kell a játékban, hanem valami normális, tényleg valami állatfegyver. Oh my lord. Van itt minden. Electronics, firecrackers, már jó rég nem volt nálam az se. Pedig elég hasznos, csak én nem szoktam használni. Zoom-zoom. Először nyitjuk a könnyebbeket. Most kajak elkaptad a polcot. Krén, hülye vagy, mond. Ó, ez csak nyílik magától. Hello me. Mi ez a nokedli fegyver? De most komolyan. Narancsárga military rifle. És gagyi, mint a két... ezt nem értem. Én ezt nem értem. Én ezt nem tudom. Tehát, miért? 137, 55, 100. 184, 75, 100. I don't get it. Hát akkor eladjuk. Hát ha rosszabb, hiába narancsárga, ha rosszabb. Úgyhogy igazából én ezt nem vágom, hogy miért így van.
jobbnak kéne lennie minden tekintetben, mint egy kéknek. Ó, jewelbox. Úgy is kellenek a metal parcok, úgyhogy igazából nem gáz, hogy bezúzunk egy csomó melee weapont. Okay. Na. Mai utolsó hardboxunk. Egy aranyszínű crowbar, what the fuck. Na, jól van. Hát ennyi fért bele a mai epizódban, srácok. Remélem, hogy élveztétek a dolgot. Én nagyon, ha ti is, akkor dobjatok egy lájkot, ha úgy érztek, hogy megérdemlem. Következő részig pedig kitartást kívánok. Sziasztok!